A történelmi Hont vármegyében járunk, nagyon közel a határhoz. Nagyjából 30 kilométerre lehetünk az Ipolytól és Parasapusztától. Itt áll a természetvédelmi terület közepén ez a hatalmas és titokzatos vár, amit ugyan egy magas sziklacsúcsra építettek, de körülötte a hegyek még magasabban. Ez Csábrágvár. Én azt mondanám, lehet, hogy az elfogultság is beszél belőlem, hogy Kárpát-medence egyik leglátványosabb váromja. Hatalmas területű, de mindenképpen óriási, és nagyon magas falai vannak. Szóval több szint magasan állnak a falai, több épületrész az akár újra használatba vehető. Csupa meglepetés, én azt mondanám, minden egyes perc, minden egyes óra az meglepetés. Amikor a második kaputorony tornyot kutattunk, arról vannak források, hogy a 16. század második felében épült, talán éppen itáliai mérnökök tervei alapján, de legalábbis ők rajzolták azt le először. Hát ott egy olyan várárok és felvonó hídrendszer maradványaira sikerült bukkanni, azért, amiről hát sejtettük, hogy van felvonó híd, de az, hogy ilyen bonyolult és ilyen összetett, azt nem. És még nem is beszéltem arról, hogy különböző leletek vannak a vár mindennapi életére, egykori mindennapi életére utaló leletek óriási mennyiségben. És ha az ember meg akarja nézni Csábrág várát, akkor arra fel kell készülni, és általában akár egy teljes napot is rá kell áldozni. A vár alatti kihalt faluból hosszú gyaloglás vezet fel a több emeletnyi magasságú falakhoz. Ezen a helyen állt egészen a 60-as évekig a Csábrághoz tartozó falu. Ez aztán elnéptelenedett, elhagyták az utolsó lakosok is. Azóta pedig az enyészet élet, az egész település. Itt tőlem jobbra még láthatók régi romos házak, az utolsó házak. És ami nagy kár, hogy gyakorlatilag ez is ilyen gazdátlan területté vált. Változatos történelem, állandóan cserélődő várurak és folyamatosan alakuló családi és birtokviszonyok. És nemesi családok, akik közszerepel Csák Máté, később a Pálfiak vagy a Balassák. 1547-ben egy garázda főúr, Balassi Bálint nagybátyja, Balassa Menyhért foglalta el a várat. Végigrabolta a környéket, aztán amikor az országgyűlés császári zsoldosokat küldött utána, az ostrom helyett inkább kiszökött a várból. Ahogy ezt Tinódi Lantos Sebestyén is megénekelte. Drégely, Ipolyság, Balassa gyarmat eleste után Csábrág is egy végvári pozícióba került, és hát gyakran portyázott errefelé a török, de mivel a fekvése kiváló, egy nagyon éles, esésű ormon népült, és az egyedüli bekötőút is két várárokkal le van választva, ezért a török sosem tudta bevenni. Személyesen nekem egy gyerekkori jó viszonyom van ezzel a várral, hiszen édesapámmal azt hiszem 9 éves lehettem, mikor először itt jártunk, és hát megfogott már akkor az a rejtőzködő mi volt a távol a közutaktól és távol mindenféle infrastruktúrától és falutól. Talán a legnagyobb érdekessége meg az értéke ennek a várnak az épp az, hogy a várfokára kiállunk a legmagasabb pontjára, akkor onnét semmelyik irányban sem láthatunk semmilyen újkori építményt. Amikor az erősen leromlott vár visszakerült a Pálfiakhoz, ők olasz építőmesterekkel korszerűsítették. Csábrágnak fontos szerepe volt a bányavárosok védelmében. 1622-ben a királypárti Kohári család kapta meg a várat és a környékét. És a későbbi felkelések során többször gazdát cserélt. Betlen, Tököli, majd Rákóczi harca idején is. De a Koháriak majdnem 200 évig, egészen 1812-ig használták. A vár azóta rom, igaz, igen látványos rom. Az utóbbi évtizedben pedig a régészek, egyetemisták és örökségvédők terepe lett. V roku 1997. 1997-ben kerültem ide, amikor a zólyomi pusztavár régésze felkért, hogy felügyeljem, illetve lefolytassam a várban végzett régészeti kutatásokat. A vár a sajátos hangulatával annyira megbabonázott engem és barátaimat, hogy úgy döntöttünk, tennünk kell valamit a megmentéséért. Mivel nem volt senki, 2000-ben polgári egyesületet alapítottunk, amely azóta folyamatosan azon dolgozik, hogy megtisztítsa a várat az azt benövő növényzettől, valamint megőrizze a műemlékvédők felügyelete mellett. Aztán szakembereket kellett találnunk a régészeti kutatásokhoz is. Végül ezt a Szlovák Tudományos Akadémia Régészeti Intézete a budapesti ELTE kutatóival és régész hallgatóival együttműködve végezte el. Jól jött, kellett ez az együttműködés a várhoz. Az egyik nyári ásatáson került elő az a különleges kályhacsempe lelet is, aminek az egyik darabján egy kék bugyit viselő férfit láthatunk 4 kézláb, rajta pedig egy nő lovagol.
Arisztotelész hátán lovagol Füllész egy söprővel a kezében, olyan, mintha söprővel folyamatosan ütögetné Arisztotelész fenekét. Ez egy klasszikus példázat, és a középkorban ezt nagyon szerették ábrázolni, jelezve azzal, hogy a szerelem mennyire meg tudja hűíteni az embereket. Szóval itt igazából egy kicsit pajzánabb a jelenet, de a tanúság nem annyira, vagyis azt tudjuk, hogy a szerelem vakká tesz, valahogy ilyesmit szoktak most is mondani. És emiatt ez nem számított feltétlenül ellentétesnek azzal, hogy Bakocz Tamás érsek állítatta ezt a kályhát. Legalábbis a keltezés alapján úgy tűnik, hogy a kályha akkor készült, amikor éppen ő volt a vár tulajdonosa. A csábrági vár területének csak a töredéke van feltárva, viszont óriási a turisztikai potenciálja itt a nyelvhatáron. Ezt a várat tulajdonképpen a 80-as évek végéig egyáltalán nem érintette emberi kéz, még akkor a 90-es években is konkrétan erdő volt a várban, a belső várudvarokban. Tehát egy nagyon romantikus helyszínnek bizonyult. Pont ez a távolsága, meg ez a megközelíthetetlensége okozza azt, hogy olyan későn fedezték föl, mint értékmentő és műemlékmentő. Nagy érdeklődéssel figyelem a Rondel Egyesület munkáját, amely a vár mostani gazdája, és hát itt mindenképp meg kell említeni Albert Lloydl nevét, aki ezt az egyesületet alapította. Ők már egy jó évtizede járnak ide, és óriási munkát, kétkezi munkát belefektettek ebbe a várgondozásba. Jelenleg a vár egy részben konzervált rom, amelynek 4 darab tetővel lefedett épülete található. A várom alapvetően szabadon megközelíthető. A turisták néhány zárt épületet kivéve bármikor megtekinthetik. A célunk az, hogy a lehető legtöbbet megőrizzük a vár eredeti anyagából, a romokat konzerváljuk, a boltozatos föld alatti tereket tetővel fedjük le és védjük. Ugyanakkor a vár a legmagasabb szintű védettségű természetvédelmi terület központja, ezért nem is tervezzük az épület tömeges turisztikai használatát. 1622-ben II. Ferdinánd a királypárti Kohári családnak adományozta a várat és a környékét. Későbbi története nem jellemző a várainkra. Nem felrobbantották, hanem a császári Kohári család 1812-ben elköltözött. Tehát a várból békés körülmények között távoztak, levéltára értékei máig fennmaradtak. A vendégkönyve kapcsolatban van egy nagyon izgalmas történeti tény, konkrét adat. Az amúgy is ritkaság, hogy magyarországi várakban megmaradnak a vendégkönyvek. A vendégkönyv 1731-ben indul, és ahogy az 1850-es években zárul, és mindenki, ki meglátogatta a várat és eltöltött ott néhány éjszakát, az írt bele. De a legtöbb vers, legalábbis a 18. század közepétől mindenképpen, arról szól, hogy mit csináltak a vendégekkel, miután elhagyták, amikor elhagyták a várat. Távozáskor a vendégeket felfektették egy vörös lóra, és egy péklapáttal annyiszor ütötték fenéken, ahány éjszakát töltöttek a várban. És akkor ennek meg is volt a latin szava, ez a lapátizáció. Így szerepelt a vendégkönyvben.